A megjelent vendégeket a Szabadkai Testvériskola, a községi önkormányzat és a helyi közösségek képviselőit, valamint az iskola diákjait és tanárait Vajda Attila iskola igazgató köszöntötte. Örömmel adta hírül, hogy a tavaly megrodgyant Oromhegyesi iskola épület felújítási munkálatai jól haladnak, reményei szerint egy-két hónapon belül újra megtöltik majd a diákok az iskolát. A hátra maradt munkálatok már valószínűleg az elkövetkező pár hétben befejeződnek, és akkor ha minden jól megy, vissza tudunk menni az Oromhegyes iskolába, és ott folytatódik a tanítás. Az iskolanap alkalmából, ami egyben névadójuk Arany János születésének 201. évfordulója is, a diákok színes iskolanapi művelődési műsort mutattak be. A másodikos Nyilas Zsófia 2 évvel ezelőtt már az Arany János nevét viselő iskolába iratkozott be. A műsorban egy szavaló csoport tagjaként vett részt. Ilyen feladatról szólt, és ilyen csoportos verset mondtunk, amiben sokat részt vettünk. Kovács Viktória 4. jár, és nagyon örül, hogyha kényszerből is, de az oromhegyesi diákok is Oromra járnak iskolába. Én az oromhegyesiekkel is már nagyon sokat találkoztam, én jóba vagyok vele, szerintem nekem ez öröm. Már majd lassan sajnáljátok is, hogyha elmennek, ugye? Én igen. Noha 2015-ben kissé meglepte az iskola nevének megváltoztatása, a 7. Lackó Rékának nagyon tetszik, hogy iskolája a nagy magyar költő nevét viseli. Nagyon sok mindent tanultunk magyar órán, verseket tőle, és nekem tetszik. A megjelenteket, akik között ott volt Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is, köszöntötte Fejsztámer Róbert községi elnök is, majd felolvasták Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár üdvözlő szövegét, aki noha egykoron az oromi iskola diákja volt, elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az ünnepségen.